Az igazság, hogy életmódot kellene készítenünk, és még én magam sem tudom, hogy mit főzök hétvégén, így mit ajánljak a nézőknek. Ha gondolod, akkor én tudok ajánlani esetleg egy menüsort, amit hétvégén el tudsz készíteni, akár otthon, akár a nézők is. Mégpedig? Esetleg egy ilyen francia főtt marhás salátát, vagy brassói apró pecsenyét, de egy picit másképpen. Meg tudod nekem mutatni, hogy készít? Menjünk be a konyhára, és akkor elkészítjük, jó? Oké. Most akkor térjük vissza az imént tanácsolatra, hogy mit is főzünk először, és hogy kell azt készíteni, mik a hozzávalók egyáltalán. Ez egy ilyen francia saláta, egy francia főtt marha saláta, a hozzávalói marhamús, amit már előre megfőztem, egy kis égsaláta, paradicsom, újhagyma, majonéz, ecet, petrezselyen zöld, durvára tört bors, cukor és só. Először a majonézt belehelyezem egy ilyen keverőedénybe, hozzáadok egy kevés ecetet, kis durvára őrölt borsot, két kanál cukrot, és egy csipetnyi sót, és egy kis újhagymát is aprítunk hozzá. Mikor ez megvan, összekeverjük az egészet, és felvágjuk a marhát. A marhát húslevesként főztem meg, és hagytam egy-két órát ülni. Mikor felszereteltük a marhát, akkor belehelyezzük ebbe a tálba. És összekeverjük óvatosan. Ezt körülbelül egy fél órára berakjuk a hűtőbe, hogy összeérjen. Addig elkészítjük a salátát. A salátánkról leveszünk egy pár levelet, és ezt külön egy tálra helyezzük. A maradék salátánkat pedig csíkokra vágjuk. És az egész levelekre helyezzük. Pici sóval megsózzuk, és egy picike borssal is megszórjuk. A paradicsomból szeleteket vágunk, akkor ez megvan. Kivesszük a hűtőből a marhánkat.
stílusosan kidíszítjük. Az ételünk elkészült, jó étvágyat kívánok! Gábor, ez nagyon gusztusos lett. Én biztos, hogy elkészítem hétvégén. A kedves nézőknek pedig azt tanácsoljuk, hogy ha nem sikerült megjegyezni a hozzávalókat, akkor most voilà! Kint az imént azt mondtad, hogy főételnek brassói akópecsenyét ajánlanál, egy picit másként. Mesélj nekem erről bővebben. A másként azt, mint folyamatként be fogom mutatni. Az érdekessége az, hogy a húsunkat nem kockára fogjuk vágni, mint a brassóiba, hanem megsütjük külön. Hozzávalók? A hozzávalók burgonya, amit már megpucoltam előre, vöröshagyma, só, bors, fokhagyma, egy kis fűszerpaprika, sertés szűzérme, ennyi. Először is elkészítjük a húsunkat, ez sertés szűzérme, én már előre felvágtam, próbáljuk meg minél vékonyabbra vágni. A húsunkat megsózzuk. Megborsozzuk. Elkenjük a húson, hogy minél jobban bevegye. És egy sorba fokhagymát fogunk elhelyezni. És ezt az egészet feltekerjük. A hús külsejét ugyanúgy megsózzuk. Megborsozzuk. És a húsunkat megtözdeljük. Mikor ez megvan, hogy előmelegített sütőben körülbelül egy 20 percig fogjuk sütni. A következő lépésként megcsináljuk a brassóinak az alapját. Hagymát vágunk fel. És belehelyezzük egy serpenyőbe. Kevés fokhagymát is aprítunk bele. Deci vízzel felöntjük. És hozzáadunk egy durván egy teáskanál őrölt paprikát. Miközben ez párolódik, megtisztított burgonyánkat felvágjuk cikkekre. És ezt belehelyezzük a fritőzbe. Lassan elkészül a hagymánk is. A húsunk ebbe megsült. Tökéletes. Elhelyezzük a tejre. A húsunkat pedig a tetejére helyezzük. Szintén kidészítem egy kicsit.
egy picike petrezselyen zöld. Jó étvégyet kívánunk az ételhez! Hú, Gábor, hát ez nagyon gusztusos lett. Most már nagyon eltökélt vagyunk, holnap biztos, hogy én is ezt fogom varázsolni otthon az asztalra. A kedves nézők se keseredjenek el, hogyha az imént nem volt a kezükbe ceruza, illetve papír. Most figyeljék a tévéképernyőt és jegyzeteljenek. Következnek a hozzávalók. Kívánok. Köszönöm szépen. Gábor, ha már ezt a finom ételt elkészítetted nekünk, akkor légy szíves, ajánljál hozzá valami nagyon finom italt. Egy pillanat is adom. Ez a salátához egy 2011-es Soltvot kerti font cserszegi fűszerest ajánlanék. Jó. Egészségedre. Köszönöm. Jó étvégyet kívánunk a brassóhoz. Ehhez milyen italt ajánlanál? Ehhez egy nagyon finom egri rozét fogok ajánlani. Akkor szeretettel várom. Kedves nézőink! A mai menü ajánlat elkészítéséhez sok sikert, elfogyasztásához pedig jó étvágyat kívánunk, egészségükre, viszontlátásra!